Kedves vendégeink, kedves gyerekek, a Mikulás fizika előadást elkezdjük. Felkérem rektor urat, hogy nyissa meg a rendezvényt. Tisztelt szülők, tanárkollégák, kedves gyerekek! Sok szeretettel köszöntök mindenkit a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen. Nagy öröm számomra, hogy a Covid okozta nehézségek után ismét személyesen együtt lehetünk és hódolhatunk közös szenvedélyünknek, a tudománynak. Mindenek előtt köszöntöm Hertlen Károly mesteroktatót, aki évtizedek óta azon dolgozik, hogy minél közelebb hozza a gyermekekhez az egyetem világát és a tudományt. Hadd gratuláljak neki itt valamennyiünk nevében, mert múlt héten megkapta Magyarország egyik legrangosabb elismerését, a Prima Primissima díjat. Egy nagy tapsot kérünk neki. Tanár úr már régóta felismerte azt, amit most önök is azzal, hogy elhozták a gyermekeket, hogy mennyire fontos már gyermekkorban megszerettetni a tudományt, mert a gyermeki kíváncsiság az, ami a későbbiekben meg fogja alapozni a tanulási készségeket. És hát legyünk őszinték egymáshoz, ez egy jó családi program is, mert végre együtt lehetünk a család, és hát bár gyermekeknek szólnak a bemutatók, de mi legalább ugyanúgy, ha nem jobban élvezni fogjuk ezt, és egy kicsit kizökkenthetünk a mindennapok mókus kerekéből. Kedves gyerekek, köszönöm, hogy eljöttetek, remélem, hogy néhány év múlva itt, mint műegyetemi diákokat köszönhetlek majd titeket. Kívánok mindenkinek feledhetetlen élményeket, és akkor jöjjön a bemutató. Köszönöm szépen a tapsot. Igazából én sose szerettem, ha az előadásom előtt megdicsérnek, hozzá jó előadást kell tartani. Tehát ez nem mindig szokott sikerülni, de most majd összeszedem magam. Az első kísérlet arról fog szólni, hogy hát Mikulás fizikáról szeretnék, és akkor legyen valami Mikulás is a rendszerben. Itt van egy Mikulás, aztán van még egy, aztán van még egy. És ahhoz, hogy ez a kísérlet sikerülhessen, az egyik Mikulás alá tegyünk egy ilyen fóliát, és a másik Mikulás alá is tegyünk egy fóliát, és tegyük ezeket a Mikulásokat kellően közel egymáshoz, így. Tegyünk a Mikulásokra egy ilyen tartó szerkezetet, ami kímosan hasonlít egy koronához, igen. És a főszereplője a kísérletnek, az itt van. Ezek ilyen kis tanuló papír darabkák, ígyni. Most már csak annyit kell, hogy be kell őket állítani megfelelő helyre. Így. Majdnem jó. És akkor a főszereplő a kísérlethez még, mert hogy a fizika is benne van. Ez egy nagy feszültségű tápegység, nem túl nagy áramerősséget, de 10.000 voltot tud produkálni. És akkor ezt ide kötjük ehhez az egyik sztaniolhoz, ezt a másikat a másik sztaniolhoz, és akkor ez azt jelenti, hogy a két oldal között a feszültség, az mint mondottam volt, majd 10.000 voltnyi lesz. Kapcsoljuk be, és azt hiszem, hogy lehet látni, ez egy ilyen kis csengetyű, ez ilyen Franklin csengőnek hívják, az elektrosztatikában úgy működik, hogy az egyik oldal mondjuk elektromosan negatív lesz, akkor ezt a kis sztaniol darabot megosztás révén magához hozza, föltölti negatívra, ez a negatív aztán taszítani fogja, és elmegy a közepére, és akkor gyakorlatilag, ha még jól megfigyelik, akkor az is lesz, hogy benne lesz egy kis szinkronizáció, hiszen a középső az hol pozitív és hol negatív lesz. Tehát az egyik szél az pozitív, bocsánat, az egyik szél negatív, másik pozitív, és hát egy ilyen kis csöngetyű, hogyha most a Mikulások helyett csöngetyű lenne, akkor hallanánk egy csöngetyű, tehát ez a előadás kezdetéről szóló kis kísérlet. Úgyhogy ez volt a dolog. Amit én szeretnék elmondani, hogy
amikor először ezt a kísérletet megcsántam, akkor még voltak ezek a régi képcsöves tévék. Ha esetleg valakinek otthon még lenne ilyen, és még működne, akkor azt meg lehet csinálni, a képcsöves tévének az első részére ráragaszt az ember egy kis fóliát, és onnan le lehet venni a nagy feszültséget. Ez a kísérlet, ez bőségesen elég. De gyanítom, hogy hát ugye vannak dolgok, amelyek eltűnnek az életünkből, mondjuk ketyegő órát is már marha nehéz találni, hát így esténképpen egy ilyen televíziót sem nagyon. Ha kikapcsolja az ember, akkor természetesen az elektromos töltés megszűnte után ez akkor leáll, és ha visszakapcsoljuk, akkor lehet látni, hogy okozat, hogy miért kezd el mozogni, hát az elektrostatikus térnek a munkávégző képességéről szól a történet, úgyhogy ez, hát gondoltam, hogy kezdjünk valami olyannal, ami a Mikulásokhoz valami köze van szerintem, akkor ezt mindenki látta. Én most megpróbálok megszabadulni ettől a nagy feszültségtől, és hogyha ez mind megvan, akkor kezdjünk valami mással. Egy. No. Következő kísérlet, amit majd szeretnék megmutatni, forró és hideg találkozása lesz a feladat. Én készítettem forró vizet, ebből a forró vízből öntünk egy keveset ide ebbe az edénybe, így, és ebbe öntünk egy kis cseppfolyós nitrogént. A forró víz az közel 100 Celsius fokos, a nitrogén az mínusz 196 Celsius fokos, mindjárt fogják látni, a kettőt összeöntjük, akkor egy kiegyenlítődés, egy hőmérséklet kiegyenlítődés jön létre, aminek mondjuk van egy kis látvány része. Hát azt gondolom, hogy a kísérletekben nagyon fontos szerepe van a motivációnak, és ha valami szép, akkor az önmagában már fölhívja a figyelmet arra. Amit látunk, hát ilyen hideg gőz, túltelített gőz alakul ki. A vízrészecskék, amelyikor lehűlnek, akkor egyre jobban össze tudnak tapadni, és amikor összetapadnak a molekulák, akkor a részecskékre, amelyek meghaladják a látható fény hullámhosszából eső méretet, akkor elkezdik zavarni a fény, tehát nem tud keresztül menni rajta, és akkor ezt látjuk. Ha már Mikulás, akkor az év végére általában beszokott érni a dió, és akkor a süteménysütés a következő, és a karácsonyi sütemény dió nélkül nehezen képzelhető. Gondoltam, hogy akkor nézzük meg, hogy ebből fizikát mit tudunk produkálni. Hát ugye az első dolog, hogy a diónak a megtöréséhez viszont nagy erő kell. Valahogy ügyesen meg kell a kezünket erősíteni, és az egyszerű gépek lesznek azok, amelyek ebben például segíthetnek minket. Ez a kis mókuska, ez úgy működik, hogy hát ugye benne van egy érdekes szerkezet, ezt most nem szedem szét, de ennek a faroknak ezen a részen van egy ilyen fogasív. Ez a fogasív, ez tulajdonképpen egy fogas lécet mozgat, és ha megfigyelik, akkor a mókusnak a pofája, az sokkal kisebbet mozdul el, mint a mókusnak a farka vége. Ugye, ha hiszünk abban, hogy az egyszerű gépek azok tulajdonképpen a munkavégzés alól nem mentenek minket föl, hanem csak azt fogjuk tudni, hogy kisebb erővel, hosszabb úton fogunk hatni, akkor lehet tessék megnézni, hogy én innen idáig elmozdítom, ez körülbelül ekkora, közben a mókusnak a pofája mozdult ekkorát, a kettőnek az arányából erősödik meg az én kezem, és pillanatokat el tudjuk törni a diót, azt hiszem ez jól látszik. Egy pillanat a kérdése. Hát ez a diótörés, ez nem egy nagy dolog, tehát amikor már kereskedelmi termékként megjelenik, akkor az már nem lehet azt, hogy most fedezték fel ezeket a dolgokat. Tehát az egyszerű gépekkel kezdődött az emberiségnek a térhódítása, és hát gyakorlatilag mondhatnám, hogy ez volt az, ami minket erre megtaníthat. Ugye a következő kísérlet, még mindig maradjunk a diótörésnél. Ennek a kísérletnek én azt a nevet adtam, hogy az M-szer-G-szer-H diótörő, és nézzük meg, hogy működik. Hát van egy viszonylag nagyobb bacska a célgolyó, itt van egy fészek, ahol be lehet tenni a diót.
És akkor a következő lépés az lesz, hogy rátesszük ezt a diót, dióra, és akkor látjuk, hogy nem történik semmi. De, és akkor most lehet kezdeni, hogy fogja az ember egy picit megemeli. Hát még ez még nem törött össze, de majd mindjárt teszünk róla. Azt akarom mondani, hogy arra nagyon kell figyelni, hogy lehetőleg nem az asztal közepén kell a kisetet csinálni a lába fölött, mert az asztal közepe az így hullámzik, és adott esetben sokkal gyöngébb lesz maga a hatás. Tehát azt kell látni, hogy ebből a magasságból még nem tudjuk megtörni, megtaláljuk a megfelelő magasságot, akkor pillanatokon belül sikerül megtörni a diót, és már hozzá is férünk. A kísérlet miről is szól? Tulajdonképpen emberek szárazon, azt mondták, hogy a képletek szárazok, de csak annak száraz, aki nem látott kísérletet ebben kapcsolatosan. Mindig szoktam mondani, hogy a képlet olyan, mint a lányokon a miniszoknya. A lényeget eltakarja, de gondolatokat ébreszt. És tulajdonképpen ezt tudomásul kell venni, hogy itt is arról szól a történet, hogy fölemelem ezt a nagy darab súlyt. Amikor fölemelem, akkor munkát végzek. Ugye a föld nehézségi terének szemben fölemelem, egyre magasabbra és magasabbra, amikor innen elengedem, akkor szabadon fog esni, egyre nagyobb és nagyobb lesz a sebessége, és végül ezt a sebességet nem más, mint a dió fogja elemészteni. Ugye világosan látszik, hogyha mondjuk látjuk, hogy a diónak, tehát diótörés előtti pillanatban sebessége van ennek az acélgolyónak, aztán ez megáll, ebből rögtön láthatjuk, hogy ez gyorsulni fog. A gyorsulás viszont a tömeggel megszorozza, egy erőt ad, és ez az erő lesz, ami összetöri a diót. Azt hiszem, ezt mindenki jól láthatja, hogy nagyon egyszerű dolgunk van. Ki kell találni, hogy mekkora magasságból. Hát ez persze mindenhez gyakorlathoz, minden jól elvégzett munkához gyakorlat kell, tehát igazából az, hogy meddig emeljük föl. Ha túlzottan fölemeljük, az sem lesz jó, hogyha pedig nem nagyon emeljük föl, az sem lesz jó. Tehát ez a gyakorlat. A mögötte levő rész az pedig nem más, mint fizika. Hát, hogyha már munkáról beszéltünk és egyebekről, akkor nézzük meg, hogy tudunk-e valahogy tüzet gyújtani. Hát a tűzgyújtás kísérletét nagyon egyszerűen el lehet végezni, ha megvan hozzá megfelelő eszköz. Természetesen vehetnék gyufát is, mert hoztam azt is, tehát még azt se lehetett, hogy ez is terítékre kerül, de a lényeg a dolgoknak az, hogy ha bárki megfogja a két tenyerét és így összedörzsöli, ez itt télen néha jól jön, akkor meleget tudunk csinálni. Érdemes kipróbálni, gyerekek, próbáltok így összedörzsölni a tenyereteket, és érezni fogjátok, hogy meleg lesz. Hogyha minél jobban összenyomjuk, és minél jobban dörzsöljük, annál melegebb lesz. Hogyha ügyesek vagyunk, akkor akár tudunk csinálni ebből nagyobb hőmérsékletet, ami akár meg is gyújthatja a fát. Most nem akarom meggyújtani, csak eljutunk valameddig, amiből látjuk, hogy már majdnem készen vagyunk. Meg kell dolgozni érte. Elkezd füstölni, a közelülők talán még a szagát is érzik. Hát van ilyen tűzjelző, úgyhogy azt megkérték, ha nem muszáj, akkor azt ne indítsuk el. Főleg azért nem, mert akkor elindul a esőztetés is, úgyhogy inkább hagyjuk azt abba. De mindenképpen azt lehet mondani, hogy munkavégzés által a munkát, a mechanikai munkát, az én izomerőmnek a munkát átalakítjuk hővé. Hát ez egy elég monsterás dolog, tehát hogy nem véletlenül szuszogok én. Úgyhogy ez a következő. Amit szeretnék még megmutatni, mert kitettem ide magamnak a puskámat, hogy el nem maradjon itt semmi. Igen, ha már tüzeskedünk, akkor nézzük meg, mert ígértem, hogy gyufázni is fogunk. A kísérlet főszereplője egy spóra, a likopódiumnak hívják, a kapcsos útifűnek a spórája. Ez a spóra, ez mint általában a növények termésén nagyon sok faharóz tartalmaz, ez azt jelenti, hogy meg is lehet gyújtani. Nézzük meg, hogyha meggyújtjuk, akkor hogyan ég. A spóra meggyújtásához igyekszem úgy csinálni, hogy találkozzék a láng és a spóra. Nem biztos, hogy azonnal meggyullad, dolgozni kell rajta. Azt hiszem, hogy ez jól látszik. Azt tudjuk, hogy az égéshez három dolog kell éghető anyag,
kell oxigén, és meg kell gyújtani. Tehát egy indulás. Abban az esetben, hogyha ez sikerül, akkor az égés előjön. Az égés folyamatát föl lehet gyorsítani. Azért lassú egyébként az égés, mert a spóraszemek egymásra rakódnak, és csak a legfelsők fognak az oxigénnel, a levegő oxigénjével találkozni. Ha meg tudjuk azt tenni, hogy a levegő oxigénjével több spóra találkozik, akkor az égés valószínűleg hevesebb lesz. Ezt úgy fogjuk megcsinálni, hogy a spórát beleöntöm ebbe a tölcsérbe, ez hozzá van kötve egy ilyen csődarab, így jóval több spórát teszek én ide most bele, meggyújtjuk a gyufát, és ki fogom fújni a spórát a tölcsérből, és beletesszük a gyufát. Nézzük meg, hogy mit látunk. Azt hiszem mindenki látta, hogy az égés az jóval hevesebb lett. Nagy felületen találkozott a levegő és az oxigén, levegő, oxigén és az éghető anyag. Egy spórát azt tudunk meggyújtani, az egy spóra elégésekor annyi hő keletkezik, hogy mondjuk minimum kettő másikat meg tud gyújtani. Ha kettő másikat meggyújt, az a kettő másik még kettőször kettőt, és így ez a haladvány, ez gyakorlatilag elvezet minket egy kémiai láncreakcióhoz, kémiai láncreakcióhoz, nehogy megijedjenek, mert a láncreakciót azt nem ilyen formában szoktuk találni. Ha megkérdezi valaki, hogy mi ennek a kísérletnek az értelme, akkor azt kell tudni, hogy a kémiai reakcióknak a sebessége az elsősorban nagyon sokat függ attól, hogy mekkora a hőmérséklet. 10 Celsius fokos hőmérsékletet, ha emelünk, akkor megduplázódik a sebesség. Na most az a helyzet, hogyha megkérdezi valaki, hogy ilyen porszerű anyagot, mint ez a spóra, hol találhatunk a környezetünkben, akkor azt mondja, hogy a munkafolyamatok között keletkeznek ilyenek. Ilyen például a fűrészüzemekben a fűrészpornak az a legkisebb része lerakódik mondjuk a különböző tárgyakra, aztán hogyha jön egy húzat, fölkapja, jön egy szikra, és akkor komoly robbanás lehet. De a kapcsolós sütőfűnek a spórájában nem sok energia van, tehát az égésekor nem túlzottan sok hő keletkezik, ezért barátságosan be lehet mutatni, de meg kell mondjam, hogy mind a fűrészüzemekben, vegyi gyárakban, aztán gyógyszergyárakban, és újabban autógyárakban is van ilyen, hogy robbanhat. Az autógyárakban ugye mostanában már az új autókat nem, a karosszériát nem fémből, nem acélból csinálják, hanem alumíniumból, csiszolják az alumíniumot, és az alumínium porszemcsék azok, igen, azok nagyon izgalmasak lehetnek. Azt kell tudni, hogy az alumíniumról ugye mindenki tudja, hogy nem drozsdásodik, de ha megnézi valaki az acéllal összehasonlít, vagy a vassal, akkor azt kell mondani, hogy az elektron negativitás szempontjában egy agresszívebb fém, és hogyha egy alumínium szemcse meggyullad, és meggyújtja a következőt, akkor abból hihetetlen nagy baj keletkezhet. Tehát tulajdonképpen, hogy a fizikáról mindig mondom, hogy mi fizikusok megcsináljuk az elméletet, szépen odaadjuk a mérnököknek, és a mérnökök csinálnak belőle olyan eszközöket, amelyektől jobb lesz a világunk. Na most az a helyzet, hogy ismerni kell a világunkat, mert ha nem, akkor adott esetben rosszul jöhetünk ebből a dologból. Megismételem még egyszer a kísérletet, hogy lássák. Amire érdemes fölhívni a figyelmet, az az, hogy amikor az ember elindítja ezt a folyamatot, akkor egy ilyen kis vékony tűznyelv keletkezik, és utána keletkezik belőle egy gömb. Ennek a gömbnek nagyon egyszerű magyarázata van. A gömbben elkezd, tehát az égés létrejön, elkezd a hőmérséklet növekedni, és a növekedés eredményeként egyre jobban felfúvódik ez a rész. Tehát gyakorlatilag a nyomás minden irányba terjed gyengítetlenül, tehát azt is mondhatnánk, hogy a hőmérséklet terjedését gyönyörűen lehet benne tanulmányozni. Aztán ez jól látszott. No, azt kell mondjam, hogy a kapcsolós úti fűből, hogyha már valaki utána olvas, akkor azt el lehet mondani, hogy egy évben 16 tonnát szereznek össze az egész világon.
16 tonna nem sok, de úgy kimondva, hogy 16 tonna az nem sok, de összegyűjteni az nem kevés munkával járna. És azt kell tudni, hogy egyetlen egy cég 12 tonnát ebből fölhasznál. Ez a Rammstein nevű együttes, a koncertjéken ezeket a tűzijátékot ebben csinálják. És azt kell tudni róla, hogy nagyon jó kézbe tartható ez az anyag, mert nem túl nagy a keletkező hő, és hát gyakorlatilag így jól lehet kezelni. Akkor nézzünk valami olyat, amit a másik irányba, tehát most a meleg után egy kicsit nézzünk valami más, egy kicsit hűvösebb dolgot. Otthon meg lehet próbálni ezt a kísérletet megcsinálni, tehát ha valaki szeretné ezt a kísérletet otthon megcsinálni, nagyon egyszerű dolog, kell egy palack hozzá, kell egy dugó, amivel leillik. Megjegyzem, hogy ilyen dugót nem is olyan egyszerű találni. Akár iszik, akár nem, szabvány intézkedik róla, hogy az ilyen palackokba ne lehessen dugót találni, mert akkor az emberek fogják, beletesznek kénsavat, és akkor az átlag ember elfelejt, és akkor beleiszik. Tehát ez úgy csinálták meg, hogy dugót nem találunk hozzá. Tényleg nagyon sokat kerestem. Na mindegy, szóval egy ilyen elfekvő raktárban egy régi típusú dugót találtunk. Ez át van fúrva, egy ilyen labdafújó szelep van hozzátéve, és ez a labdafújó szelep lesz az, amin keresztül levegőt fogunk bepréselni ebbe a palacba. Én itt látom azt, hogy mekkora a nyomás, önök esetleg megszámolhatják, hogy mennyit nyomtam bele, és akkor elkezdem fölpumpálni. Ha most lenne egy érzékeny hőmérőnk, akkor már ki tudnánk mutatni azt, hogy egyre melegebb és melegebb ez a palack. És most már körülbelül a 2,5-szerese a légkörű nyomásnak a bent lévő nyomás. Tehát nem csak azt látjuk, hogy nehezebb, hanem azt is, hogy melegebb. Engedjük ki a palackot a szellemből, és azt hiszem mindenki látja, hogy keletkezett egy felhő. Most az okát is elmondom, de előtte figyeljenek ide, azt mondom, csiribú, csiribá, és eltűnik a felhő. Természetesen a kezemet is kellett hozzá mozgatni, mert csiribú, csiribá önmagában nem biztos, hogy hasznos. Nézzük meg még egyszer, tehát a levegőt, ami a teremben van, én bepumpálom, és egyre nagyobb és nagyobb lesz benne a nyomás. A levegőben levő vízgőz továbbra is oldatban marad, hiszen megmelegszik. És ez a melegedés hatására a levegő ugyanúgy, ahogy itt körülöttünk van, oldatban marad. Amikor kiengedem, a kitáguló gáz lehűl, és a kitáguló gáz hűlésével együtt elkezdődik a cseppfolyósodás, a páraképződés. Tessék megfigyelni. Hoppá. Itt van a palack. És hogyha elkezdjük növelni a nyomást és a hőmérsékletet, a kettő együtt jön, akkor eltűnik a felhő. Tulajdonképpen fönt a magasban ez a dolog látszódik, hogy amikor az egyenlítő környékén megsüti a tengert a nap, akkor elkezd párologni a víz. A víz az szépen fölmegy, hát magasra, mert ugye a hőmérséklete nagyobb, mint a környezeté. Ott lehűl, és gyakorlatilag elkezdődik a felhőképződés. Aztán a felhő vándorol, és ugye oda viszi a vizet, ahova éppen úgy mondjuk, hogy ahova gondolja. De hozzáteszem, hogy újabban már nem biztos, hogy jó helyre viszi. Szerintem mindenki tudja, miről beszélek. És akkor annyit szeretnék elmondani, hogy van egy vendégünk, és szeretnék róla egy pár szót elmondani, aki a meghívót látta, az biztosan tudja, hogy egy természetfotós, nem akárki, Vince Bálint fog eljönni hozzánk, illetve itt is van Bálint. 1986 óta Paks atomerőműnek a dolgozója. Ez fontos. 15 éve kezdte el a természetfotózást. Felvételeit elsősorban az atomerőmű közvetlen közelében, illetve hazai tájékon készíti. Ez azt jelenti, hogy azok a képek, amiket itt fognak látni, azok nagyságrendileg több, mint a fele bent készült az erőműben. Ugye az atomerőműről nem gondolnák azt, hogy egy természetbarát környezet, ezért is hívtam meg Bálintot ahhoz, hogy megmutassa, hogy milyen egy atomerőmű. Tehát senki ne gondolja, hogy ilyen olajtól csöpögő, meg egyéb ilyen undorító környezet, hanem egy gyönyörű környezetet fogunk látni. Fényképeiről el szeretném mondani, hogy
több természetfotós pályázaton nyert, ezt olvasom is tovább. Tehát munkája sorra szerepelnek rangos hazai és külföldi pályázatokon, amelyekért Bálint több elismerést kapott már az évek alatt. Az egyik spanyolországi versenyen például egyszerre két kategóriában is elnyert a díjat. Ezekkel a képekkel egyszer itt van Aszódi Attila is közöttünk. Amikor még államtitkár volt, akkor az irodájában ezekkel rakta körbe a magát, és azt kell mondjam, hogy amikor onnan eljött, mondták, hogy mármit elvihet, de a fotók maradnak. Erősíts meg, Attila, hogy ez így volt. Így volt. Na, másfél évtizede tartó természetfotózásai során Pálint eljutott a Lapföldre is, a Mikulás és a Rénszarvasok varázslatos régiójába. Az utazás fényképei az Atomenergetikai Múzeummal közös Állati Jó Fizika sorozat egyik epizódjában láthatók. Itt egy pillanatra megállok, tehát akkor az Atomenergetikai Múzeumnak van egy YouTube csatornája, és akkor azt majd azt kell megkeresni. Szerintem az Atomenergetikai Múzeum YouTube csatornáját pillanatokat megtalálja bárki. De további természeti jelenségek mögött lapuló fizikára is fény derül a műsorokban, amelyet az Atommúzeum YouTube csatornán megtekinthetnek. Bálint négy fotóalbum szerzője is, és az egyik nagy közönség kedvence az Űrgemese, amelyből hangos könyv és audiovizuális változat is készült, és amely ugyancsak megtalálható az Atomenergetikai Múzeum YouTube csatornáján. Legújabb könyve a Kabóca, az Űrge és a többiek. Fogadják szeretettel Vince Bálintot. Akkor annyit fogok tenni, hogy Bálint egy vetítéssel készült, és akkor átkapcsolom hozzá a mikrofont. Próbáljuk ki, hogy jó. Most már a te mikrofonod működik, Bálint. Próba. Igen, működik. Amúgy is egy kicsit ide közel kell hajolnom. Egy pillanat azért megnézem, hogy valóban minden úgy megy-e, ahogy kell. Egyelőre úgy tűnik, igen. Vagy nem. Igen, én vagyok, de én jobban szeretném, ha nem én lennék. Higgyék el, szebbek azok a képek, mint én. Sok szeretettel köszöntök mindenkit, és nagyon nagy megtiszteltetés, hogy itt lehetek. Külön köszönöm az egyetemnek, illetve tanár úrnak. És hát valami olyasmiről fogok beszélni, ami hát nagyon-nagyon nehéz, mert ugye a közönség között ülnek dékánok, tanárok, hát nagy tudású fizikusok, illetve szerencsére nagyon sok gyereket látok, végül is nekik szól ez az egész este, és a képek között, hála Istennek, úgy sikerült, hogy ő hozzájuk fog elsősorban szólni. Van bennünk valami közös, pedig az első pillanatban nem is tudtam, hogy hogyan hozom majd ezt a történetet össze, a fizikát és a természetfotózást. Mi a közös benne? Hát itt a kísérletek kapcsán több olyat fogok, és utalni is fogok rá mutatni képet, amiben még a kísérlethez kapcsolódó kép is látható, és közös történet, csak hogy a természetben játszódik, és a velem szemben épp fényképező kollégám Krizsán Árpé, aki Károllyal, tanárúrral közösen több fizika kísérletet és a múzeumban már mutatott be, és nagyon jó munkakapcsolat van. Hát ő szokta mondani, hogy a természetben minden fizika. Hát most már elhiszem, hogy az. No, hát mi is kísérletezünk, természetfotósok, először erről. Hát a Mikulás virág nem tartozik a természetfotók közé, ezért hát a pipacsot választottam, mint egy kicsit közel a Mikuláshoz, és ez egy olyan kép, amit itt látnak, ami a Paksi Atomerőmű udvarán, egy ilyen szakszavat mondok, a szintartó melegvizes kifolyónál, a szintartó bukónál készült, mégpedig két felvételből. Lehetne esetleg egy olyat, hogy a kicsit sötétebbet, mert a képek nekem nem igazán
fognak érvényesülni, ha pont a pódiumot kéne még sötétítenünk, csak akkor lennének igazán jobbak a színek. Hát a következő kép szintén ugyanarról a virágról, csak egy kicsit más nézetben. A tudomány is nagyon sok oldalról közelít meg egy-egy témát, és ahogy az előbb mondtam, mi is hasonlóan, a tudósokhoz hasonlóan, különböző módon keresünk egy megoldást, és járjuk körbe az adott hát vagy virágot, vagy tájat, és megkeressük a számunkra legérdekesebbet. Ez a kép is pipacsról szól, bármilyen hihetetlen, csak ezt a terepjáromból vezetés közben, remélem nincs rendőr itt, fotóztam a pipacs mezőn, és bemozdult, a mozgást használtam arra, hogy egy ilyen, mi úgy hívjuk, húzós képet készítsünk. Szintén az atomerőmű egyik csatornájánál találtam egy olyan egyedülálló pipacsot, ami mögött nem volt zavaró háttér, és ezért ki tudtam emelni, világos nappal volt, látszik a virágon, hogy a napfény rásüt, viszont mi úgy hívjuk, nagyon lerekeszeltük a fényt, és a blendét, és ezáltal ilyen kontrasztossá vált a felvétel. Egy újabb kísérletezés, itt állva húztam meg magát a fényképezőgépet, és bele sikerült komponálnom az előlem menekülő hát nyulat. És akkor nézzünk körül az udvaron, amit a tanár úr említett, ami nem más, mint az üzemi területe, és szintén ugyanúgy a szintartó bukónál vagyunk, egy gázlomadár, melyek télen nagy szeretettel járnak ide, nem véletlenül, majd lesznek olyan képek, és akkor majd elmondom, hogy mi is ennek az oka, de nem csak madarak, hanem egyéb más hát állatok, itt a teknős konkrétan, ez nagyon régen készült kép, illetve a téli időszakban, illetve a nagy kócsagok nász időszakában sűrűn és nagy létszámban jelennek meg ezek a madarak. Hát a tollaikat igazgatva azt feltételeztem, hogy valószínű ez a tollászkodás nem másról szól, mint szépítkeznek és a hölgyeknek akarnak tetszeni. Ez már úgy a tél vége, és utána jön a költési időszak. Viszont vannak a szürke gémek. Ez a bukómű, ami az erőmű hűtővizének a, hát gyakorlatilag a vizét hivatott még hűteni, mielőtt a Dunába folyik, hogy a hatóságilag engedélyezett hőmérsékleten hagyja el a melegvizes csatornát. Egy gyönyörű háttér, szinte egy színpadi hátteret ad. Maga a madarak azért jönnek ide, mert általában, ha nagyon hideg van, befagynak a tavak, a környező tavak és árterek, és nincs táplálék. Nem tudnak ezekbe a sekély vizekbe vadászni, mert jég fedi magát a tavakat, illetve az ártereket. Itt viszont a melegebb víz nem engedi befagyni ezt a részt, és feljönnek a Dunáról a halak, nem csak azért, mert meleg a víz, mert kibírják ők a hideg vizet, nincs az a semmi baj, ellenben egy sokkal tisztább, szűrtebb víz hagyja el a rendszert, mint ami bejön a Dunán. Különböző algákat szűrnek ki, és ezeket külön engedik, egy külön csöven engedik ki, ami viszont a halaknak egy komoly táplálék, és ezért nagy számba vannak itt. És szoktam mondani, az állatok nem buták, ők nagyon tudják, hova kell menni, és hol tudják túlélni a nehéz időszakokat. Ez az első könyvemnek egy szimbolikus képe, itt látható ugye a téli időszak, egy napfelkelte ugyanitt a szintartó bukónál, és látható az ellenfénybe azoknak a nagy kócsagoknak elég komoly száma, de ennél sokkal több szokott lenni, higgyék el, ennyi fért bele a képernyőbe. De nem csak a melegvizes, hanem a hidegvizes csatorna is szereplő,
És itt megállunk egy pillanatra, mert szeretnék, amit tanár úr kihagyott, vagy lehet, hogy a végére tartogatta, ennek az előadásnak van egy célja. Mégpedig szeretnénk, hogyha a YouTube csatornán, ha visszanézik, mert most nem lesz rá lehetőség, hogy megtegyék, amit kérek, nézzék figyelmesen magát a képeket, és gyűjtsék össze, hogy milyen fizikai jelenségeket, vagy valamiféle formáját, törvényszerűségeket vélnek felfedezni a képek között. Meg fognak lepni, nagyon sok lesz. És ha ezt majd, ez természetesen Facebookon, vagy a megfelelő online felületen továbbítani fogjuk önök felé, beküldik ezeket a válaszokat, akkor ajándékokat fogunk kisorsolni. Hát, ha nem is a télapó, de van, ahol a hóapó a hivatalos elnevezés, hát én egy pár lépéssel a szintartó bukótól most éppen a hódapót fotózgatom, bár ez egy kölyök, de nagyon ritka az az alkalom, a mai ugye igencsak ínséges hóban kevés, bár egy éjszakon jóval több van, mint mifelénk ott középtájon. Nagyon nehéz volt ezt a képet elkészíteni. A meteorológusok azt jósolták, hogy délutánra esni fog a hó. Hát ez nem jött össze, 12 órát feküdtem a vízparton, mire hajnalba elkezdett szállingozni a hó, de meglett a kép. A kisunokám is nézi az adást, remélem nézi, nem haragszik meg, de egy rövidke időre elkoboztam tőle a fotózás erejéig ezt a két plüss bábút. Az egyik, a baloldali az az eurázsiai hód, a jobboldali a kanadai hód, és mind a kettőt mi két nagypapa, én Oroszországból, ő Kanadából hozta repülőn az unokánknak. Nagy becsbe is van tartva. Maga a bábú is szimbolizálja ezt a kép, mert ez a két faj létezik a világon, alfaj. Nyilván az élőhelyüket magukban hordozzák a nevükben. Az kanadai hód egy kis populációja él Európában, de nagyon elzártan, mert nem akarják, hogy kiszabaduljon, és esetleg az eurázsiai hód kárára mondjuk pusztítást végezzen. Na nem fára gondolok, hanem látható, érdekes módon a kanadai hód egy kicsit nagyobb is, ráadásul még agresszívabb is, és valószínű, hogy a teritorium védelme, a terület védelme apropóján neki menne az eurázsiai hódnak, és ő szorítaná ki. Nem úgy, mint a 19. században az ember tette ezt, a kihalás célére sodorta ezt a fajt. 1996-ban kezdődött el egy olyan projekt Magyarországon, ami a visszatelepítéséről szólt, és igen sikeres lett, mondhatnánk annyira, hogy most már problémás maga a hód, és hozzá kell tennem, számomra ez azért fájó, mert nagyon szeretem őket, és tudom, hogy joguk, létjogosultságuk van itt, és a biodiverzitás az elnézést a gyerekek kedvéért. Tehát a nagy-nagy élővilág nagyon fontos szereplője, mert egyrészt más életnek is teret ad az életmódjával, azzal, hogy kirágja a fát, bedől a vízbe, árnyékot ad a halaknak, táplálékot az apró rákoknak, és hát a gátépítésével nemhogy kárt, hanem inkább hasznot hoz, mert olyan víztárolókat hoz létre, és példát is lehetne róla venni, tanulni is lehetne tőle, főleg ezekben a csapadék szegény időkben, hogy miként kéne a vízzel gazdálkodni. Magyarország egyedüli, ahol úgy folyik át a Duna, hogy egyetlen egy szem vagy egy csepp víz
nem marad itt nálunk, holott régen én még gyerekkoromból emlékszem, hogy a csatornákat a mezőgazdasági földeken rendszeresen kotorták, és oda beengedték a vizeket, és nyáron a mezőgazdák onnan öntöztek, és nem onnan föntről várták a megoldást. Hát a hódok tudják a megoldást ezek szerint. No, egy kicsit részletesebben őróla, töprengjünk el. Az a sárga fog. Nem most fogad szerintetek? Hát persze, hogy nem. Ha rágja a fát, akkor tuti, hogy lepucolja a fogáról a szennyeződést. Amúgy a fa meg nem különösebben, hiszen természetes növényi táplálék. Nem azért sárga, mert nem most fogad, hanem azért, mert sok benne a vas. A fog, a rága, ezek a rágófogak belül viszont hófehérek, kívül kőkemények, és ezért képes olyan komoly, hát egy-egy falatot kirágni egy fából, akár órák alatt egy őnagyságú fát, és ha nagyon nekirugaszkodik egy család simán ki tud dönteni. Alapvetően a vízben érzi magát a legbiztonságosabban, de a táplálékért bizony kijön a vízpartra. Ez hóddal kép. Elég nehéz volt kimondani. És elég nehéz volt elkészíteni is a képet, mert megálmodunk mi természetfotósok valamit, de az soha nem úgy működik, a végén soha nem úgy alakul, vagy nagyon ritkán alakul úgy, ahogy mi ezt megálmodtuk, nagyon sokat kell ezért dolgozni. Ahogy nagyon sok egyenletet kell a fizikusoknak is és tudósoknak is végigvezetniük, mire megtalálják a helyes megoldást, persze azért ez a kettő össze nem hasonlítható. És látható, hogy nagyon elégedett a mi hódunk, mivel hogy elég komoly munkát végzett, elsősorban a fa, miután bedőlt a vízbe, annak kérgét rágja le, vajon miért? Egyrészt azért, mert az lényegesen könnyebb, és a másik, hogy sok benne a víz, tehát a víztartalom, ezért is, illetve a rosttartalom, ezért is eszi meg először a gyöngébb ágakat, a fiatalabb hajtásokat, majd a végén a kérget rágja le. Itt is kísérletezünk, többféle módon fényképezzük le az állatot. Hát nagyon sajnálom, főleg most, hogy nincs itt sötét pont a vetítővászonnál, sehogy sem lehet, mert szinte minden kép élvezhetetlenné válik, pedig ennek pont ez a lényege. Hát marad az, amit látunk. Jó lesz. Igen, ennek nagyon örülök. Ez a kép azt ábrázolja, amikor a hód kijön a vízből, és megrázza a bundáját. Miért? Nincs törölközője. Igaz? Ez az egyik. Másik, mire gondolsz, ha már jelentkeztél? Így van, mert fázik, mert vizes a bunda, nagyon jó a válasz. És amikor eltávolítja a vizet a külső szőrzetről, mert belül nincs víz, tudnélik, olyan sűrű ez a bunda, hogy el nem hinnétek. Egy négyzetcentiméteren 11-2 ezer szőrszál van. Te jóságos ég, kiszámolta ezt meg. De ez mind semmi. Ezen még a vidra is túltesz. Neki duplája. Hát ezért tudnak ők úgymond a hideg vízbe lubickolni, míg a fotós bent a lesbe csonttá fagy a szószoros értelemben, mert télen aktívak, és olyankor hiába öltözök én rétegesen is, erre visszatérünk, mert a madaraknál is egyik fontos szempont, hogy a bőrük közelében pihetollak vannak, míg kifelé egyre nagyobbak, majd a takarótollak, ugyanez igaz ezekre az emlősökre is, bent a test közelében nagyon finom szőrszálak vannak, és kifelé egyre durvább, de köztük mi van?
levegő bizony, ami a legjobb hőszigetelő, igaz? Hát ők ezt már kitalálták, az evolúció így működik. Hát itt bizony tudták, hogy ott vagyok, ez szemmel látható, tájékoztatta is a tesó a kicsikét, hogy ervel az emberrel vigyázni kell. Igen, mivel hogy éjszaka fotózom őket, és bizony éjszaka fényre van szükség. De hát hogy teremtünk fényt? Hát van, amikor a holdfény is elég, illetve némileg elég, de bizony a mesterséges fényre nagyon nagy szükség van, és a vakukkal oldom meg ezt nagyon sok éve, hát nagyon sok napot szántam rá, közel 4 éve szinte minden éjszaka kint vagyok, akár hiszitek, akár nem. Azért, hogy valamit elérjünk, azt nagyon akarni kell, és nagyon rá kell állni a történetre, és én nagyon, de nagyon ráálltam, ahogy majd ezt más nál is elmondom, itt Estova, igen, az a 4 év több mint 1001 éjszaka meséje. Itt látható, hogy a fiatal példányok, ugye példány éppen elcsen egy finom falatot, itt pedig az, hogy az idősebb testvér egy kicsit arrébb rakja a kis rakoncátlan fiatalt. Hát ezeket a pillanatokat kivárni igen hosszú idő, nagyon sok felvételre van szükség, és rengeteg türelemre, kitartásra, ahogy mondtam már. Nagyon ritkán, de kijönnek a partra, a fiatalabbak általában bizalmasak, de azért inkább a part közelében, a sekély vízben szeretnek játszani, és nyárvíz idején, amikor érnek a gyümölcsök, mivel ő növényevő, és nyáron a lágyszárú növényeket eszi, ezért olyan helyekre járnak rendszeresen, és ezt a fotós kinyomozza, és oda megy, és előkészít, és végül elkészül a kép, ha elkészül, és sikerül az, amit hát kigondolt előre, mert nem mindig sikerül, nagyon sokszor kell próbálkozni, akkor ilyen felvételeket is lehet csinálni, mintha drónról csinálnám, pedig ez nincs 50 cm-re a hódok fejétől a kamera. Hát néha össze is fröcskölték rendesen. Az eper, az alma, a körte, az erőmű horgásztaván megtalálható. Miért? Mert valamikor tanyák voltak ott, és a hódok ezt nagyon jól tudják, és bizony, mikor érik az adott fánál az adott gyümölcs, ők ott vannak, most már én is. Eddig nagyon sokat kellett várnom fölöslegesen éjszakánként, mert nem értettem, hogy miért nem jött oda, ahova eddig jött, pedig rendszeresen járt, most meg eltűnt, mire leesett a tantusz. Az, hogy megrázzák a bundájukat, az kevés, nagyon szeretnek tisztálkodni állandóan. Ez a vakarózás, ez nem bolha, bár van egy állatka a szőrei között, amit le is fotóztunk elektromikroszkóppal, ez pedig a hódbogár, alig 2 milliméteres, és akár hiszitek, akár nem, majdnem úgy néz ki a rajta lévő párszőr, mint a hód külső szőrzete. Hogy miért átszázza magát, nem egészen értem, de hát biztos megvan az oka. És ez az egyetlen egy ezen az állaton élő bogár. Eljön az ősz, eljön a télre való felkészülés, mert a mi hódunk nem alszik téli álmot. Kijön a tópartra, és hát itt mivel találkozik? Egy elég komoly fizikai törvénnyel. Egy nagy neves fizikusunk alaptézisével. Majd megírjátok a pályázaton, hogy ki lehet ez, és milyen törvényről van szó. De ha már találkozott vele, és történetesen leesett a földre, akkor fogja és elviszi magával pillanatok alatt. De vannak olyanok, akik szívesen játszanak a kamera előtt, és amikor frissen kijönnek a hóból, lehet látni, hogy a melegebb víz és a külső hideg hőmérséklet szintén egy fizikai jelenséget mutat be.
elmondjátok, majd ezt is leírjátok. De én nem erről vagyok, úgymond elhíresülve, de remélem, hogy ez is majd egyszer eljön, hogy megjelenik majd erről is egy könyv, hanem most csak így mutatom, az Ürgékről engem hívtak Ürgepásztornak annak idején, mert ővelük is közel 4 évig foglalkoztam, és pont akkor jelent meg az Ürge mese, amikor az év emlőse lett, és a Magyar Természettudományi Múzeumban több hónapon keresztül egy hatalmas kiállítás keretében be is lettek mutatva ezek a fotók, valamint ha jól tudom, mai napig a fővárosi állatkertben maga az Ürge mese, az Ürge kifutó meg is tekinthető. Cukiságok, igaz? Annyi sok emberi vonás található meg bennük, történetesen itt is. De hogy mit képesek legyőzni? Hoppá, bocsánat, egyet túlmentem. Hát itt szintén az előbb említett törvényszerűséget győzték le, ami nem jellemző rájuk, mert nincs szárnyuk. Eljön a tavasz, nem csak ürgékkel, nem csak hódokkal, hanem sok egyébbel fotóz egy természetfotós. Az első, ami megmozdul, a mocsári békák, és nagyon sok természetfotós szívesen fényképezi őket, mert a hímek ilyenkor kékszínűre változnak, így udvarolnak a hölgyeknek, és a fotós hason fekszik az aligarasznyi jéghideg vízbe egész nap, hogy elkészítsen egy-egy ilyen felvételt. Inkább nem mondjanak semmit. A tavasz olvadása nagyon érdekes dolgokat produkál, amikor az erdőbe sétál az ember, és egy korhat fa hát eléggé szeszélyes időjárásnak köszönhetően néha elkezd a rajta lévő hó olvadni, majd újra megfagy, és a korhadékban lévő színező anyagok a jégcsapokat így színezik meg, és ezt, ha észreveszi, az ember szintén lefényképezi, és a hóvirág, bár ugye magáról a hóról, az évszakról, a téről van nevezve, és ugye gyakran a téli időszakban jön elő, de nagyon sokszor bizony már a kinyílt virágokra hóleppel borul, és ilyenkor azok a virágok sajnos elhervadnak, de jönnek helyettük mások. És megjön a nyár, és a nyár újabb vendégeket hoz a környékre. Őt úgy hívják, hogy gyurgyalag, de sok más neve is van, méhészmadárnak is nevezik. A méhészek nagyon nem szeretik, mert a méheket nagyon szeretik ezek a madarak. Bár az én fotózási tapasztalataim azok, hogy csak ha még kaptár oda viszik egy ilyen gyurgyalag telep közelébe, akkor jellemző, hogy méhekre vadásznak, általában egyéb más rovarokat visznek udvarláskor a párjuknak, és utána indul a költési időszak. Erre az időszakra tehető, amikor már a kisrókák is elég szépen felcseperednek, akkor ők a célpontok. Persze nagyon vigyázni kell, hogy milyen széllel közelítjük meg ezeket az állatokat, mert nagyon jó szimatuk van, de néha egy cselt is be lehet vetni, akár mondjuk egy kőre erősített csirke farhátat beteszek a föld alá, és ez nagyon vonzó számára, és ott marad, ahol én a kamerával számítok rá. Nem lopja el előtte a tojást, és fut el vele, úgyhogy ott ülhegyes fogai között összesetőrik a tojás. Hihetetlen. És akkor nem tudtam lefotózni, de kitaláltam, mi lenne, ha kőre kötözném ezt a csirkefarhátot, beásnám a földbe, úgyis meg fogja érezni, és akkor ott kaparászik, és bejött. Nem azért pózolt nekem itt, mert ő itt most szerepelni akart. A másik kedvencem volt, amikor különösen az Alcsúti Arborétum nevezetes erről, a nyári napfordulón a Szent János bogarak rajzása,
vagy szintén a közelünkben, illetve szülőföldemen az óriás énekes kabócák szintén ilyenkor azok, aki a mediterrán vidékeken járt, az hallott már égen fűsiket, itt tőciripelés szerűséget, amitől nem tudott aludni, sőt nappal is azt hallotta egy folytában, mert ott ugye meleg van, de elárulom önöknek, hogy hasonlóan sajnos már más egyébhez is, éghajlati jelenséghez is, amit említettem, már Közép-Magyarországon is megjelentek, ott Pakson is a városközpontban hallottam idén a hangjukat. Ez a felmelegedésnek köszönhető. Jön az ősz. Az ősz ugye megint csak az az időszak, amikor hát bizonyos akár a kétéltőek, hüllők, hát ugye elvermelnek, illetve hibernálnak, és megkeresik az adott a telet átviselő ínséges időszakot, biztosító helyüket, és ezek az őszi erdők, az avar, a sünöknek többiek között az egyik legjobb búvóhelye. Őszi erdő az egyik legszebb fotós téma, nappal, de akár éjszaka is, csillagokkal. És ha már ősz, akkor természetesen, akkor természetesen a darvak, akik nagyon ügyesen is tökéletes pontossággal mindig ugyanazon az útvonalon vándorolnak, nem egyedül, számtalan ilyen vándormadár van. Vajon minek a segítségével? Erre is várjuk majd a választ. Nyilván megadhatnám, de szándékosan nem adom meg. Több ilyen madár van, sőt nem csak madár, amire majd még kitérek. Jön a tél, befagynak a tavak, a hínár is befagy a sekély vizekbe, gyönyörű fotós téma, vagy a sokak által sasnak hitegerészőjvek is bizony a hóban komoly csatákat vívnak egy-egy elhullott tetemér vagy zsákmányolt tetemér. Tanár úr, nem ismerős ez a diótörő? Neki nem kellett a farkát megmozdítanom. Hát ők bizony a denevérek. Ezt nem kell tudni, ezt mondom, bár ha rámentek majd a vadonleső honlapjára, ott azon fajok közé tartozik, akiknél be lehet küldeni, ha valaki bizonyos fajukat legyenek ezek, állatok, növények, rovarok, egyebek, köztük a denevérek is, pontosabb tájékoztatást kaphattok. 28 különböző, Magyarországon 28 különböző denevérfaj van, mindegyik védett, és ők is telennek, és bár szárnyuk van, bizony ők is emlősök. És akkor jön az és a többi. Az és a többi közé tartoznak azok a projektek, amit az mellett csinál az ember, hogy történetesen a mindennapi fotózását csinálja per pillanat a hódokkal. Ezen a képen szimbolikusan azokon az élőhelyeken, amik idővel az emberi, úgymond urbanizációs terjeszkedésnek köszönhetőnek megszűnnek azok az élőhelyek, ahol ezek a madarak lakhatnak, bizony kötelességünk ezeket pótolni, és engem az a megtiszteltetésért több csapattársammal, munkatársammal együtt, hogy az ilyen gyurgyalagoknak, illetve parti fecskéknek olyan partfal rekonstrukciókat biztosítsunk, hogy képesek legyenek új élőhelyeiken fiókáikat felnevelni a már megszűntek helyére, helyett oda költözni. Hát, tanár úr említette, hogy jártam Lapföldön is, többször is, illetve a tundrán, sőt, bejártam egész Oroszországot, és az összes orosz atomerőmű környezetét végig jártam, ez egy jó pár éves
projekt volt, és csak erről egy külön előadást lehetne tartani. Mindenütt hasonlót láttam, találkoztam, mint amivel itt konkrétan az erőműnél. Nagyon fajgazdag mindenbe, és különösen számomra egzotikus volt, mert ilyen állatokkal nem találkoztam. Egy óvodás csoportnak tartottam a Rudolfról előadást, hogy kerestem volna meg Rudolfot, és a végén elmondtam, hogy sajnos nem találkoztam Rudolfal. Az előadás végén oda jött az óvónéni, kezét fogva egy kislány, és belesugta a fülembe, hogy Bálint bácsi, ha legközelebb arra jár, nyomja meg mindegyiknek az órát, és amelyik világít, az lesz a Rudolf. Hótig tanul az ember. Na, ezt ki ismeri föl? Sejtettem. Ne. Hát nagyon kevesen vannak, akik élőben láthattak ilyen állatot. Valóban nagyon hasonlít a vakondra, viszont ő a földi kutya. Földi kutya bizony. Teljesen olyan életet él, szinte mint a vakond, a föld alatt, csak sokkal mélyebben. Közel 2 méter mélyen vannak a járatai. Látjátok a szemét? Nem. Nem. Pedig van körülbelül akkora, mint egy gombos tű, és azt is egy bőrredő fedi. De minek is szem neki, hiszen a föld alatt él. Alig-alig hagyja el a föld felszín, vagy a föld alatti járatait, a föld felszínre maximum egy komolyabb belvíz idején jön fel. És ami külön érdekesség, hogy hogyan tájékozódik. Egyrészt, hogy hogyan kommunikál. A fejével ütögeti a buksival a járatot, és a visszaverődő hang hullámok alapján különbözteti meg, hogy milyen tárgyak vannak előtte, meg tudja állapítani azt, hogy ott egy kő van, azt ki kell kerülni, pedig nem is látja. És elég messziről, ezekkel a rezgés hullámokkal elég messziről tud kommunikálni a társaival is. És egy másik segítsége is van, ez pedig nem más, mint a föld mágneses erővonalai. Az egyik és legkedvencebb projektem közel 6 éve, mert jó 5 éve, minden évben egy természetfotós, gyerekeknek szóló természetfotós tábort tartunk a kollégákkal, és ennek a tábornak vagyok a vezetője, de rengeteg nagyon neves előadót hívok meg, akár környezetügyi szakértőket, vagy természetfotósokat, és tanítjuk a gyerekeket az adott terület természeti, illetve kulturális értékeit ismertetjük meg velük. Nem kell feltétlenül fényképezőgépet hozniuk magukkal, nyugodtan hozhatnak okostelefont is, nagyon sok okostelefonos is, nagyon sok szép képet készítenek, mi csak az alapokat tesszük le, megmutatjuk az irányt, és fantasztikus, hogy mennyire fogékonyak, sőt elmondhatom, hogy visszatérő táborlakók is vannak több éve, és már vannak olyanok, akik segítőként jönnek vissza. Úgyhogy nagyon sikeresnek mondható. A már említett Atomenergetikai Múzeum egyik projektje az állati jó fizikának a forgatásának egy verkfotóját látjátok a pandémia idején, ahol a kedves fizikus barátom Árpi éppen demonstrálja, szerencsére a végeredményt itt nem látjátok, de derékig le fog vetközni, szép rétegesen, és ezt mutatjuk hőkamerával, ott látható éppen az előtérben a hőkamera, ami azt demonstrálja, hogy miért fontos a réteges öltözködés, hiszen közte levegőréteg van, szigetel, ha esetleg olyan helyre megyünk rá, ahol egy kicsit már melegebb van, akkor elég csak az egyik ruhát levenni, nem esik meg velünk az a probléma, hogy utána meg elkezdünk fázni, ha csak egy nagy vastag ruha van rajtunk, úgyhogy anyu, ha apu azt mondja, hogy rétegesen öltözködj, higgyétek el, és fogadjátok meg a tanácsát.
Hát, ha már közeledik a karácsony, akkor egy utolsó képpel köszönök el. Egyrészt megköszönöm a figyelmet, és egy olyan növényt, ez nem egy karácsonyfa dísz, ez a leány kökörcsin nagyon közelről, és amúgy jégkristályok borították, amikor elkezdtem fotózni, de az orromból kijövő meleg pára, mert olyan közelről fényképeztem, megolvasztotta a jégkristályokat, és láthatóan karácsonyi gömbökké varázsoltam a virágon lévő vizet. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Nagyon szépen köszönöm Bálintnak az előadást. Annyit szeretnék elmondani, hogy Bálintot régóta ismerem, és azt mondtam, hogy ide mindenképpen el kell jönni, hogy egyszer önök is megismerjék. És hát azt mondom, hogy még egyszer köszönöm Bálint. A kísérletek, amelyekkel még szeretnék foglalkozni, az egyik kedvencem a léggömb. A léggömbben nagyon jó kísérleteket lehet bemutatni, és hát azt szeretném megmutatni, hogy tehát ennek a blokknak az a cím, hogy mit bír ki a léggömb, és hát az első kísérlet az úgy fog kinézni, hogy fölfújunk egy léggömböt. Megkötöm, és az lesz a feladat, hogy jelentkezik valaki közületek, hogy ki szeretné kidurrantani a léggömbbe. Gyere, te voltál az első, és akkor az lenne a kérésem, hogy tedd meg, hogy megvizsgálod ezeket a szögeket. Mi a keresztneved, engem Károlynak hívnak? Zsiga. Zsiga. Nagyon jó. Elég hegyesek? Hát igen, viszont... Meg tudjuk számolni, hogy hány darab szög lehet ebben? Szordás. Tessék? Igen. No? Nézd ide, egy. Az mennyi? 10 van. Igen. Tehát 11 van egyik oldalon, 11 a másik oldalon. Na, hát akkor az... 11-11. Segítek, 121 darab szögünk van. Aztán. Jó, és akkor az lesz a feladatod, hogy nézd ide, itt van ez a léggömb, ezt ide ráteszem. Rátesszük ezt a puha részt, és ezt a puha részt kéne az egyik kezeddel, az erősebbi kezeddel nyomni, és már egy kicsit gyere álljál úgy, hogy jól lássunk, és akkor próbáld addig nyomni, míg el nem durran a léggömb. Na, mit szólsz hozzá? Nem ilyen egyszerű dolog. Általában a fizika tanár valamit mond, akkor arra gyanakodni kell, hogy valami átverés van mögötte. Az átverés az a következő. Ide az, hogy nagyon vastag, ugye? Nem vastag, egyáltalán nem vastag. A következőt nézd meg, hát könnyedén el lehet durrantani. Na, fújjunk fel még egy léggömböt, és akkor nézzük meg, hogy pontosan... Avval szeretnéd kipróbálni? Ez keményebb, és ezzel szerintem. Jó, kipróbáljuk azzal is. Tehát nem probléma, tehát idő van. Na tehát az a lényeg a dolgoknak, otthon kipróbáltam, vettem egy szöget, ezek közül egy hasonlót, és rátettem az asztalra a léggömböt, és ide beletettem így a szöget. És elkezdtem addig nyomni a szöget, ráraktam mindenféle tárgyakat, és amikor kidurant, megmértem a tárgyakat, és kb. 20 dekagramnyi súlyt elbírt a szög, amikor egy maga volt, hogy nem durantotta ki a léggömböt. Na most nézd meg, amikor elkezdjük ezt ide letenni, akkor valószínű csak egy-két szöghöz fog hozzáérni. És amikor elkezdi az ember, gugolj le, nézd meg csak, és elkezdi az ember nyomni, egyre több és több szög fog neki feszülni a léggömbnek. Na itt van a deszka, próbáld ki. Jó, tessék. És akkor egy kézzel egyelőre, az meglátjuk, kettővel megy el. Ez már nagyon. Látod, és akkor egész egyszerűen az történik, hogy egyre több és több szög kapcsolódik be. Egyébként, hogyha most azt mondom, hogy 121 darab szög van, és mindegyikre 20 deka jutna, akkor az gyakorlatilag azt jelenti, hogy biztosan téged elvír. Ezt el tudod képzelni? Na nézzük meg a következőt, figyelj! Ami most jön, az sokkal... Van nálad bicska?
Nincs. Csavarhúzó? Nincs. Tehát akkor a zsebedbe sem csavarhúzó, sem bicska, sem egyéb. Na gyere, figyelj, füllemellek, így. Ide ráültetlek, üljél rá kényelmesen. És amit látod, ez a léggömbbe simán kibír téged. Most akkor a kérdés az, hogy miért is van ez? Megnézzük közelebbről ezt a dolgot. Mert elosztod a súlyom. Na, tehát akkor ott a léggömb. Mert elosztódik a súly. Hát elosztódik a súly. Igen, azt kell megfigyelni, hogy amikor letesszük, akkor az asztalhoz csak egy nagyon kis pontocska lesz, ami hozzáér. Elkezd az ember nyomni és nyomni és nyomni, egyre nagyobb és nagyobb felületen van, és a nyomás és a felület szorzata, hát gyakorlatilag ez, amit a kísérletben nagyon fontos. Nincs túl nagy nyomás a léggömbben, de ez nem túl nagy nyomás, nagy felületre jut, és így nagy erő tud kialakulni. Tehát tulajdonképpen azt kell mondjam, hogyha a fizikatanár mondja, hogy ki kell durrantani a léggömbbe, kezdj el gyanakodni. Jó? Azt akarom mondani, hogy egy kicsit hülye vicc volt, de tudod mit? Fájdalomdíjként adok én neked egy könyvet, a Bálintnak a könyvét, az Ürgemeséből. Nincs meg, ugye? Ugye megkeressük, hogy hol nyílik, és akkor ezt vedd el ajándékba, fogadd el tőlem cserébe ajándékba, mert egy furcsán átvertelek. De aztán, hogyha van kedved, az eladás végén kiszúrhatod a léggömböt bosszúból, ha úgy gondolod. Na, akkor fogad szeretettel ezt az Ürgemesét, és hát a követ... Na, de nagyon... Aha, megvan. Bálint bácsának a könyve, fogad szeretettel. Csücs le. No, tehát akkor ugye, amit látunk, hogy a léggömb az tulajdonképpen akár egy embert is elbír, szerintem nem sokan gondolták, hogy egy ember ráülhet. Ez a léggömb 70 kilóra van körülbelül hitelesítve, 70 kiló fölött bárki ráülhet, és otthon, ha van kedvük, próbálják ki. A következő kísérlet, még mindig maradjunk az ilyen becsapós dolgokban. Van nekem három darab fúrógépem, és akkor ez a három darab fúrógép úgy keletkezett, hogy éppen leértékelés volt az egyik áruházba, és akkor mondtam, hogy megveszem, elmondom, mit csináltam vele. Először is kiszedtem belőle az elektronikát, tehát hogy a pisztolyfúrónak itt volt egy nyomógombja, amivel szabályozni is lehetett a fordulatot, meg bekapcsolni. Kiszedtem az akkumulátort is belőle, és csak annyit tettem meg, hogy a villanymotornak a legvége, ide erre a két érzékelőre, ide egy műszerszorítóra van kihozva. Tehát amikor az ember elkezdi forgatni, akkor áramot tud vele termelni. Na most akkor az lenne, hogy három jelentkezőre lenne szükség. Jó, az az igazság, hogy csináljuk úgy, hogy gyertek ti ketten, és akkor valaki, gyere, te leszel a harmadik, jó? Gyere! Akkor kiosztom a fúrógépeket. Na gyere! Te kapod meg ezt. Jó? De aki már volt, az már még egyszer ne gyerünk. Jó? Akkor ti ketten gyertek, adok neked egy fúrógépet, meg neked is adok egy fúrógépet, forduljatok a bácsik felé, úgy, és akkor nézzük meg, hogy ki lesz az, aki a leggyorsabban tudja tekerni a fúrógépet. Úgy is van. Azt kell csinálni, és segítek neked, megmutatom, mit csinálunk. Meg fogjuk, és így meg kell így tekerni. Fog ez menni? Próbáljuk meg? Na akkor gyerünk, versenyezzünk, hogy is megy ez. Amint látjuk, de ugye úgy veszem észre, te nagyon erőködsz, nem? Nehéz? Igen. Nézd meg, hogy milyen lassan tudod tekerni. Próbálj a másik irányba tekerni. Másik irányba. Úgy is van. Hát most már jó, megdolgoztattalak benneteket. Elmondok nektek egy nagyon érdekes trükköt. Amikor az ember a villanymotort megforgatja, akkor a villanymotor megforgatásával itt feszültség keletkezik, vagyis áramot termelünk. Az a helyzet, hogy ezt ki is tudjuk mutatni, nem másképpen. Itt van egy izzólámpa, kössük ehhez ide hozzá. Ide hozzá kötjük, így mi. És akkor most az lesz a feladatod, hogy jól megtekered, jó erősen. És ha ügyes vagy, akkor világítani fog a lámpa. Ha nem megy, akkor majd segítek. Ezt kell megtekerni. Oké. Így. Márjál, csak segítek egy kicsit. Csináljuk együtt. Fogd meg a kezeddel, így. Hoppá, mi történt? Állj meg egy kicsit. Úgy látszik, hogy kicsit több erő kell hozzá. Azt hiszem, hogy ez nagyon szépen látszik. Azt akarom mondani, hogy most megállunk egy kicsit. Az világít, na tekerjed, most már majdnem
úgy is van, most látszik, hogy világít, ügyes vagy, nagyon jó. Köszönöm szépen, megállunk. Még most akkor csücsülj le helyedre, adok neked is egy könyvet, Bálint bácsának a könyvéből. Szerintem, tudsz már olvasni? Tudsz már olvasni? Nem. Majd akkor anya elolvassa neked, jó? Azt akarom mondani, hogy itt maradtatok, és mi még tovább nézünk. Az lenne a kérésem, hogy jó erősen tekerd meg ezt. Bocsáss meg egy gyere csak. Mi a kereszt neved? Mirko. Mirko. Na, tekerd meg jó gyorsan. Úgy veszem észre, hogy nem egyszerű, igaz? Igen. Na, mutatok neked egy dolgot. Már megint a fizikus van itt. Kivesszük ezt a részt, így most tekerd meg. Sokkal könnyebb. Sokkal könnyebb. Visszarakom. És lehet látni, hogy erőlködünk. Na, és nézzünk utána. Figyelj, Mirko, ha itt megfordítjuk, és itt megnézed, mit látsz itt? Egy ilyen összeszorított, vagy egy ilyen vasvideg. Rövidre van zárva, ugye? Mondhatjuk azt. Hát ez azt jelenti, hogy amit termeltünk áramot, abban rögtön elkezdtük fékezni. Tehát ez egy jó kiszúrás volt veled, Mirko. De hát ezt remélem megbocsájtod. Most azt fogjuk csinálni, fogjad? Fogod, jó? Azt fogjuk csinálni, hogy akkor ezt kicseréljük. Egy olyat teszünk, ami nincs rövidre zárva, és most elmondom, hogy mit fogunk csinálni. Várj egy kicsit. Nincs rövidre zárva? Neked mi a kereszt neved? Marci. Marci, szuper. Na nézzetek, ide fogjuk, ezt ide bedugjuk, ezt a vezetéket, így. Te is dugd be, oda légy szíves. És akkor azt fogjuk csinálni, dugd be szépen. Úgy. És akkor azt fogjuk csinálni, hogy az egyik kötök tekeri, és a másik meg tartani fogja. Jó? Először Marci, te tekerjed. Jó erősen tekerjed. Na, nem megy, akkor segítek. Na, gyere, várj csak kicsit. Próbáld meg tekerni. Engedj csak, azaz. Na, tud, megy, az csak tekerni. Meg kell dolgozni érte. Most tekerjük a másik irányba. Azt hiszem, hogy jól látszik az, amit tudunk, hogy itt Marci termel nekünk áramot. Ha végig akarjuk gondolni, minden bizony a reggel zsíros kenyeret reggelizett. És akkor ugye abból most lett egy kis energia, mechanika energia, csinálunk bele villamos áramot, elszállítjuk a megfelelő helyre, és ott visszaalakítjuk. Egyébként ez teljesen oda-vissza működik, úgyhogy most fölcseréljük a szerepet, most te tekered, fogjad, Marci? Úgy is van. Azt hiszem, hogy ez jól látszik. Én azt gondolom, hogy magát a folyamatot egyszerűen meg lehet érteni. Ha szeretnénk megmutatni, hogy mekkora energia van, köszönöm szépen, hozok nektek egy-egy könyvet, addig én elmondom, hogy ha meg akarjuk tudni, hogy mekkora energia van egyébként egy ilyen dobozban, amikor az akkumulátor fel van töltve, erre is van egy kísérlet. Ehhez viszont egy felnőtt ember jelentkezését, egy édesapa jelentkezését szeretném. Jöjjön! Jó, te parancsoljatok, fogadjátok szeretettel. Az a helyzet, hogy van itt valahol, le van téve nekem, nem akármi, aha, ez az. Hertlen Károly vagyok. Petrosz Attila. Attila, ez egy fafúró. Jó, tehát akkor elmondom, mit fogunk csinálni. A gyerekek már megmutatták, hogy áramot tudunk termelni, és abban meg tudjuk forgásba tudjuk ezt hozni. Ezt adom önnek, ezt meg én kérem, és akkor fúrni kéne. Hát egyelőre megnézzük a fordulatszámot, indítsuk el. Jó, akkor úgy fog, maradhat így, én majd megfordítom a polaritás fölcseréjük, akkor megfordul az áramirány. Igen. Jó, akkor itt van ez a fadarab. Ezt egyébként körülbelül egy 20 másodperc alatt át lehet fúrni. Jó, tehát azért mondom, hogy látom, hogy valami mérnöki tudományokhoz van köze. Úgy veszem észre. Na, akkor hadd menjen. Jó, és akkor ti meg biztassátok. Tehát tulajdonképpen azt kell látni, hogy az, amikor egy gépet egy mérnök megcsinál, akkor azért megkönnyíti az életünket. Mennyit reggelizett? Jó, de kb. Az egy hatodánál járunk, tehát egy... Jó, azt hiszem, hogy megdolgozott azért, hogy kapjon egy könyvet. Ígérje meg, hogy majd olvas a gyerekének belőle egy pár sort. Úgyhogy mindenképpen azt akarom mondani, hogy
fogadja sok szeretettel, megdolgozott érte. Köszönjük szépen. Tehát akkor ugye az áramtermelés és az árammal való foglalkozás után én azt mondom, hogy a cseppfolyós nitrogénnel foglalkozzunk még egy keveset. Mondja, te szeretnél valamit mondani nekem? Nem, csak azt mondom, hogy ha majd lesz. Ja, hogy te már jelentkezel a következőre. Jó, hát még az is lehet. Elpakolunk, és akkor megnézzük, hogy a cseppfolyós nitrogénnel milyen kísérletet tudunk bemutatni. Hát először ismerjük meg a cseppfolyós nitrogént. A cseppfolyós nitrogént egy ilyen kettős falú edényben, úgynevezett gyuár edényben fogom megmutatni. A cseppfolyós nitrogén, aztán beleöntjük, akkor ugye először is egy ilyen mágikusnak vagy varázslatosnak mondható látvánnyal találkozunk. A levegőnek a páratartalma itt is elkezd kifagyni, és hát azt látjuk, hogy nagyon hevesen forr ez a cseppfolyós nitrogén. Ilyenkor a számára forró anyag, igen, tehát a számára forró anyag hűti az edényt, pontosan a cseppfolyós nitrogén a számára forró edényt hűti. Amikor a cseppfolyós nitrogén lehűtötte a saját hőmérsékletére, akkor ez a heves forrás ez abba fog maradni. Ez a heves forrás, ha abba marad, akkor meg tudjuk nézni mindazt, amit szeretnék. Egy kicsit így följebb emelem, és akkor azt hiszem lehet látni, hogy egy szintelen, szaktalan folyadékkal állunk szembe. Ha nagyon akarná, az ember akár összetéveszthetné a vízzel is, mert így kinézetre nem biztos, hogy mindenki azt mondaná, hogy ez tényleg cseppfolyós nitrogén, ez lehetne víz is. Jól látjuk, hogy lehűlt. Érdemes megnézni, hogy körülbelül ennyi cseppfolyós nitrogénnek kellett ahhoz elforni, hogy ez a szedény lehűljön erre az alacsony hőmérsékletre. Az is látszik, hogy a cseppfolyós nitrogénnek nem túl nagy a hűtőképessége. Tehát egy liter cseppfolyós nitrogén elforralásával nem túl sok hőt tudunk elvonni. Ami viszont izgalmas, hogy forra cseppfolyós nitrogén. Ide leteszem, és fogom, ráteszem a kezemet, figyeljék meg, nem tudom a kivetítéssel mennyire sikerül megoldani, megvárjuk. Amikor én ráteszem a kezem, akkor abba marad a cseppfolyós nitrogénnek a forrása. Figyeljék meg. Teljesen abba marad, elveszem, és akkor forr. Na most akkor azt nézem, hogy csináljuk. Van itt egy doboz. Ez lesz a doboz, amire fölteszem, egy kicsit magasabban legyen. És akkor könnyebb lesz követni. Így? Jobb lesz így? Igen. Na most akkor azt hiszem látszik a cseppfolyós nitrogén forrása, ráteszem a kezem, abba marad. Két dolgot mondhatnak, hogy vagy a 70 karcsnak varázslatos keze van, vagy valami más egyéb van a dolgok között. És ez a más egyéb, ez nem más, mint hogy a cseppfolyós nitrogént, amikor lefedem a kezemmel, nem engedem, hogy kijön a cseppfolyós nitrogénből fejlődő gáz, megnövekszik a nyomás, és a nyomás hatására a víz, vagy a cseppfolyós nitrogénnek megváltozik a forráspontja. Abba marad a forrás. Tehát ez azt jelenti, hogy igazolni tudtuk azt, hogy a forrás, egy folyadéknak a forrása, az nyomásfüggő is. Tehát nem csak azt tudjuk mondani, hogy a cseppfolyós nitrogén mínusz 196 Celsius fokon forr, hanem azt is tudjuk mondani, hogy abban az esetben forr ezen a hőmérsékleten, hogyha a légköri nyomásom van. Tehát, hogyha meggondolják, ugyanez van a víz esetében is. A víz esetében, hogyha megkérdezik, hogy hány fokon forr a víz, mindenki fölteszi a kezét, és azt mondják 100 Celsius fokon. Valójában ez a mondat, ez egy hiányos mondat. Tehát nem azt kell mondani, hogy a víz 100 Celsius fokon forr, hanem azt kell mondani, hogy a víz 100 Celsius fokon forr, akkor, hogyha a körülötte levő nyomás, a légköri nyomás, akkora, mint a tenger szintre vett légnyomás. Ugyanis Celsius ehhez igazította a víz forráspontját. Ha följebb megyünk, vagy lejjebb megyünk a tengerszinttől, akkor el lehet érni, hogy a víznek a forráspontja megváltozzék. El lehet érni mesterségesen is. A mesterségesek között az egyik például a kukta gyorsfőző, amit otthon szerintem mindenkinek van a lakásában. Ez a kukta gyorsfőző úgy működik, figyeljék meg, egy nagyon izgalmas fedele van az összes többi edényhez képest. Ez a fedél az olyan, hogy nem engedi kijönni a gőzt. A gőznyomásot megnövekszik, és a nagyobb gőznyomás hatására a kuktában kb. 130 fokon, van, ahol állítani lehet, kb. 130 fokon forr a víz, ez azt jelenti, hogy gyorsabban megfőnek benne az ételek. Van egy nagy kukta, nem is olyan
messze tőlünk, Pakson 4 is van, ahol sokkal nagyobb nyomáson sem forra víz, ez a Paksi atomerőműnek a 4 reaktora. Mondanak utána 295 Celsius fok van, és nem forra víz. Ez azért van, mert a Paksi atomerőműnek a reaktorában igen nagy a nyomás, a légköri nyomásnak akár a 200, majdnem 300-szorosa, és ennek eredményeként tudnak 295 fokos gőzt, vizet létrehozni, amivel ugyanilyen meleg vízgőzt tudnak csinálni. Tehát tulajdonképpen így lehet elérni, hogy a Paksi atomerőműnek a reaktora teljesen zárt lehessen működése közben. No, a cseppfolyós nitrogénről már meséltem, akkor nézzük meg, hogy mennyire hideg. Még emlékeznek, hogy itt van ez a léggömb, ez a léggömb lesz a főszereplőnk, szeretnénk lehűteni. Megnézzük azt, hogy a hőtágulás az mekkora lesz. A hőtágulás a gázok esetében a legnagyobb. A szilárd, a cseppfolyós és a légnemű anyagoknak, ha megnézzük, akkor mindegyiknek a hőtágulása tetten érhető, de legjobban a gázoké. És akkor nézzék meg, fogom, elkezdem leönteni cseppfolyós nitrogénnel. Végig folyik a léggömbben a cseppfolyós nitrogén, és a cseppfolyós nitrogénben való hűtés hatására egyre kisebb és kisebb lesz a térfogata. Olyan kicsi lesz, hogy rövidesen el fog férni a tenyerembe. El tudom dugni a markomban. Ez azt jelenti, hogy a cseppfolyós csodás hatására a térfogatváltozás elképesztően nagy lesz. Azt hiszem ez jól látszik. Figyeljék meg, kiveszem. Beszteszem, és itt van benne a léggömb a kezembe. Most valódi bioenergiával fogom besugározni, nem úgy, mint a tévében, amit küldenek, hanem ez igazi testhő. És figyeljék meg, hogy a hőmérséklet növelésével el lehet érni, hogy a léggömbünk térfogata az eredetire visszanövekszik. Tehát nehogy valaki azt mondja, hogy varázslatot láttak, ez 100%-ban fizika. Tehát ez tessenek tudomásul venni, hogy ez fizika. Arról szól, hogy hát igazából vannak csodálatos dolgok, ezek a csodálatos dolgok között itt van például, hogy a hőtágulás akár az 1600-szorosára is megnövelheti a folyadéknak a térfogatát. Ha elmegy az ember cseppfolyós nitrogént vásárolni, cseppfolyós nitrogént úgy vásárol, hogy elviszi az edény, üresen, lemérik, utána elmegy az ember, megtölti, ismét lemérik, és a kettő közötti súlykülönbségből kiszámítják, hogy normál állapotban hány liter lenne a nitrogén, és ezután kell fizetni. Mondok egy dolgot, 19 kg cseppfolyós nitrogén, az kb. 60 köbméternyi gáz. És akkor a számlán ez szerepel. 19 kg, az valamivel több, mint 19 liter, és a 19 literből lesz 60 ezer liter normál állapotú gáz. Hogy ezt értsék, hoztam egy palackot. Ez a palack, ugye onnan is látszik, hogy nem egy közönséges palack, hogy itt a kupak le van ragasztva, hogyha véletlenül valaki elkezdené bontogatni, legyen időm ráordítani. Hogyha rátámaszkodok, akkor nézzék meg, nem nagyon lehet összenyomni. Viszont abban szeretném, ha segítenének, hogy ezt közösen összenyomjuk. Mindenki a helyén marad, és így küldjenek nekem energiát. Tudják, hogy szokták, jó? Tehát én ide leteszem, így. Küldenek nekem energiát, amit önök küldenek, én fogadom, és így csinálok, és rövidesen össze fog menni. Természetesen én hülyéskedek, nehogy félreértsék a dolgot. Ami történik, hogy ebben az edényben itt egy kis cseppfolyós nitrogén van, körülbelül 2-4 mm mélységű, és 2 mm magasságig ezt az edényt le fogjuk hűteni. Nézzék meg! Elkezd cseppfolyósodni a benne levő gáz, és a cseppfolyósodás hatására elveszti a térfogatát. Szerintem ezt látják most, persze, hogyha csinálnám a hókusz-pókuszt, akkor elhinnék, hogy maguk küldtek nekem energiát, mert mibe kerül az bárkinek. De valójában, amiről itt szó van, az nem más, mint egy halmazállapotváltozáskori térfogatváltozás látunk. Most éppen csökkenés van. És hát tulajdonképpen, ha meggondolják, akkor azt is láthatjuk, hogy keletkezett egy folyadék, tehát hogyha én ezt az edényt így megmutatom, akkor lehet látni, hogy ott van a folyadék, ott lötyög az alján, és még mindig húzódik össze. Egészen kicsire össze fog húzódni, egy kicsit még hűtjük, és fogják látni, hogy
eltűnik a térfogata. Amikor a gyerekek tanulnak középiskolában, általános iskolában hőtant, akkor most már csak az ideális gázokat tanítják. Amikor én érettségiztem, akkor a valóságos gázokat is tanították. Az ideális gázoknak ezt a tulajdonságot nem tudják a mai gyerekeink megmutatni, nem tudják megérteni, mert az ideális gáz az attól ideális, hogy nem cseppfolyósodik. Jó, tehát igazából ez egy fontos történet. Itt valójában egy olyat látunk, ami a mindennapjában előfordul, hogy egy gázból folyadék lesz, és hát a gázból a folyadék lesz, akkor a térfogata ennyire összehúzódik, magára hagyjuk, és fogják látni, hogy egy idő után elkezd a gázból keletkezett folyadék forrni, a forrása révén pedig elkezdi fölfújni ezt az edényt. Ide leteszem, és fogjuk látni az előadás végére, biztos, hogy fölfúvódik. Azt szeretném megmutatni, hogy még mindig maradjunk ennél a forrásnál. Forráskor visszafelé pedig cseppfolyós nitrogénből, pontosan cseppfolyós nitrogénből nitrogéngáz keletkezik. Ezzel a gázzal fogunk kísérletezni. Beleteszem ide a cseppfolyós nitrogént ebbe az edénybe. Itt van benne, nem kell hozzá sok, egy kevés. És akkor azt mondom, hogy dugjuk be ezt a dugót, és most a cseppfolyós nitrogénből nem tud a keletkező gáz szabadon távozni. Mi történik? Egyre nagyobb és nagyobb lesz a nyomás a palackban. Ez az egyre nagyobb és nagyobb nyomás rövidesen ki fogja lőni a dugót. Meg lehet ezt a kísérletet figyelni. Meg lehet ezt figyelni még egyszer, megmutatom egy másik alkalommal is. Tehát, hogy a kísérleteknél nagyon fontos, hogy megismételhető legyen, mert a kísérleteket, amelyeket nem lehet megismételni, azokat varázslásnak hívják, nem tartozik a fizika témakörébe. Tehát, figyeljék meg, bedugom, és akkor ennek hatására növekszik a nyomás. Azt látjuk, hogy nyugalomban van a dugó. Amikor elér egy megadott nyomást, akkor ez a dugó, ez fogja magát, kirepül, és sebességre tesz szert. Úgy. Azt hiszem, ezt mindenki jól látta. A dugó az elkezd följebb és följebb és följebb menni, eljut valamilyen magasságba. Burkoltan már három energiáról tájékoztattam önöket. Ugye az első az, amikor a cseppfolyós nitrogén hatására ott bent forr, és nem engedjük ki a gázt, akkor az történik, hogy bent növekszik a nyomás. Ebben a palacban, ha növekszik a nyomás, akkor ebben a palacban tárolt energia is növekszik. Ugyanis, ha ki akarják számolni, hogy mekkora nyomás van ebben a palacban, vagy mekkora energia, akkor a nyomását és a térfogatát kell összeszorozni. Ha egy kicsit nagyobb erővel vehemencával nyomom be a dugót, vagy fölrobban a palac, vagy még magasabbra megy föl a dugó, nem probléma, az közben elkezdett melegedni, recsegni fog, de senkit ne zavarjon. Ugye az a lényege, hogy növekszik a nyomás, és egyszer csak azt fogja mondani, hogy bum, és elindul fölfelé a dugó. Na, segítsen neki. Azt hiszem ez jól látszik, és akkor még egyszer, hogy a nyomás és a térfogat szorzata, azt ha meggondolják a nyomást, azt newton per négyzetméterbe mérjük, a térfogatot köbméterbe, a kettőnek a szorzata az newton métert ad, az joule. Ugyanígy joule-ban mérjük a mozgásenergiát, ugyanígy mozgásenergia mellett a helyzetenergiát is ebben mérjük. Az energia egyik formából a másikba alakul át a kísérletek során. Azt is meg lehet mutatni, fölcserélhetjük a szerepet, hogy ne a dugó repüljön, nem repüljön el a palack. Ezt csak annyit kell tenni, hogy fogom, bedugom, és akkor megtartom, és akkor szerintem jól lehet látni, hogy egy cseppfolyós nitrogénből egy rakétát tudunk készíteni. Abban az esetben, hogyha szeretnénk ebből még egy kicsit többet mutatni, akkor egy másik aspektus az úgy fog kinézni, hogy fogom az edényünket, és most teljes egészében feltöltöm nitrogénnel a palackot, és úgy fogom lezárni. Úgy is mondhatnánk, hogy a kártyások, mikor 19-re valaki lapot húz, ez fog most történni, tehát megtöltöm cseppfolyós nitrogénnel teljes egészében a palackot. Így, és akkor egy másik dugót is hoztam. Ez a dugó annyiban különbözik az előzőtől, hogy át van fúrva, és kiáll belőle egy cső. Látják? Ezt ide szépen beteszem, és azt hiszem mindenki láthatja, hogy néz ki a cseppfolyós nitrogénből készített szökőkút. Így, így.
És a közelülők azt is érezhetik, hogy lehűlt a teremnek a levegője, ami azt jelenti, hogy az egész, hogy miből lesz nyomási energia, miből lesz mozgási energia, miből lesz helyzeti energia végső soron, az a tanterem hője volt az, ami az egész kísérletet mozgatta. A karórámra nézve azt látom, hogy gyakorlatilag nem sok időnk maradt hátra. A legelején abban kezdtük a kísérletet, hogy cseppfolyós nitrogént és vizet öntöttünk össze. Nem tudom, ki mennyire emlékszik, de úgy csináltuk meg, hogy a vízbe öntöttük bele a cseppfolyós nitrogént. A vízről tudjuk, hogy a sűrűsége 1 kg per köbdeciméter, a cseppfolyós nitrogéne meg 0,9 kg per köbdeciméter. Tehát, hogyha alul van a víz, ráöntjük a nitrogént, akkor ez a rétegződés megmarad. Ezt láttuk az elején. Most azt fogjuk csinálni, hogy ebbe az edénybe be fogok önteni cseppfolyós nitrogént, ez kerül alulra, és rá fogjuk önteni a forró vizet. Amikor a kettő találkozik, a cseppfolyós nitrogén az kisebb sűrűségű, ő törekszik fölfelé, a víz az sűrűbb, az törekszik lefelé, és a két anyag egymáson át fog buborékolni. Ez azt jelenti, hogy ami elképesztő nagy felületen fog találkozni, és a nagy felületen találkozásból egy ilyen komolyabb reakciót várunk. Hogy az tényleg ez úgy működjön, azért ezt ide szépen lerakom, és amíg megforra a víz, addig azt szeretném megmutatni, hogy hogyan kell otthon csinálni egy szurkolói kürtöt. Tudják, most van a foci világbajnokság, tehát véletlen valaki kimegy a döntőre, akkor tudjon olcsón legalább dudát csinálni. Kell egy darab cső hozzá, ezzel kell kezdeni. Nem tudom, tudják, hogy honnan lehet ilyen csövet szerezni. Ki kell nyitni a mosogató alatt, és akkor ott ki lehet egy pont ekkora darabot bármikor ki lehet vágni. Tehát ez az első. Szükségünk van még egy másik ilyen rövidebb csőre, egy ilyen kis rövidebbre, és egy léggömbre, aminek az alját így levágjuk. Ennyi és nem több. Az első lépés, hogy a kisebbik csövet bedugjuk ide a fújónyílásba, a másik oldalon pedig a nagyobbik csövet tesszük be, így, és szépen ráfogom, tetszenek látni, oldalirányba elhúzom, belefújok, kész a duda, ilyen egyszerű a történet. Nagyon egyszerű a dolog, amikor én ide belefújok, akkor megnövekszik a nyomás, egy picit megemeli ezt a hártyát, és egy szűkület keletkezik. Ebben a szűkületben nagy sebességgel fog áramlani a levegő. Bernoulli törvénye mondja, hogy ha nagy sebességgel áramlik a levegő, akkor ott lecsökken a nyomás. Egy pillanatra ez becsukódik, kinyílik, és így hozza a légoszlopot lengésbe. Ha valakinek nem tetszik a hangja, akkor azt kell csinálni, hogy meg kell toldani egy másik darab csővel, akkor véletlenül mélyebb lesz a hangja. Azt hiszem ez jó, jól hallható. Még ez nagyobb méretet is elő tudunk állítani. Ehhez csak annyit kell, hogy egy nagyobb csövet kell találni. Itt van ez a nagyobb cső. És ettől még csak a... Hát igen, mondtam, hogy az előadás vége felé ez már föl fog fúvódni, úgyhogy ez egyébként egy intőjel, hogy be kell fejezzem az előadásomat. Tehát nézzék meg, szépen ráteszem, belefúvok. Hogyha nem elég mély a hangja, akkor ki kell húzni ebből egy toldatot, és akkor még mélyebb lehet. Az a lényeg a dolgoknak, hogy érdemes megnézni azt, hogy ennek a hártyának a működését. Tehát megkérem a... És akkor itt ezen a pillanaton szeretném megköszönni a közvetítést egyik részről a Galileo Webcastnak, a Teplicki István vezetésével, illetve hát a fiam eljött, segít egy kicsit ebben. Egész közelről szeretném megmutatni ennek a hártyának a rezgését. Tulajdonképpen az a hártya így fölle mozog, lengésbe hozza ezt a csövet, és ebben a csőben úgynevezett állóhullámot alakítunk ki. Ez az állóhullám pedig, amit hallhattak, attól függ, hogy milyen frekvenciájú, hogy éppen milyen hosszú a cső. Na azt hiszem, hogy a forró vízünk megvan, így, már majdnem. Most akkor a cseppfolyós nitrogént beöntöm én ide ebbe az edénybe, így.
Hát tegyünk még egy keveset, ki tudja, hát, hogyha ez jobb lesz. És akkor ez a kísérlet után szeretném megköszönni önöknek, hogy eljöttek. Az asztalt húzzuk el. Bocsánat, ez teljesen jogos. És amint látják, a gravitáció nem hagy ki, tehát minden lefelé esik, továbbra is lefelé. Ezúton szeretnék elköszönni mindenkitől, nagyon kellemes ünnepeket és áldott karácsonyt kívánok mindenkinek. Viszontlátásra!